Tisztelt ünneplő közönség! A himnuszt hallották a Pécsváradi Városi Fúvószenekar és a Női Kamarakórus előadásában. Kérem most hallgassák meg István király rövid históriáját. A nagy magyar szentek közül az első államalapító Szent István király. Pogány magyarok fejedelme, Gyécse, azaz Géza, urunk születésének 967. esztendejében hitveséül választotta Mieszko lengyel fejedelemnek Adelheid nevezetű leányát, kitől is Esztergom várában urunk születésének 969. esztendejében Vajk nevezetű fia született. Adelheid keresztény lévén szép szóval rávette fejedelem urát, hogy mind fiával, mind egész népével a keresztény vallásra térjen. Éppen az időben udvarában volt Csehország szent életű püspöke Adalbert, ki is a fejedelmet mind egész háza népével megkeresztelte. Ekkor nyerte Vajk a Szent Keresztségben az István nevet. Mikoron pedig 24. életévét betöltötte, adta neki atya, hites feleségül Henrik bajor herceg leányát Gizellát, kivel is azontúl boldog és szent házasságban élt. Következő esztendőben Géza fejedelem meghalálozván Istvánra szállott az országnak kormányzása. Somogyország hatalmas pogány hercege, kinek Koppány vala neve, azonban feltámadott István ellen, hogy őtet megölje, anyját magának vegye, s ezen módon az egész ország uraságát megszerezze. Nagy erős ütközetet tettek akkoron, és nagy haraggal nekirontottak a pogány seregnek, melyet Isten irgalmasságával diadalmasan legyőztek. Krisztus vitéze ezután minden szándékát az apostoli térítésnek szentelte. E hírre sok pap és egyházi személy érkezett István udvarába. Köztük jött a szent életű Asztrik atya tanítványaival, aki a Vashegy lábánál egy Szent Benedek atyáról elnevezett monostort épített az Úr 998. évében. A monostor a szent fejedelem adományaival bővelkedett a múló földi javakban, így minden erejét a térítés feladatának szentelhette. Annak utána István elküldötte Asztrik pécsváradi apátulat a pápához, hogy attól koronát kérjen és engedelmet, hogy őt királlyá kenettessék. A pápa, aki akkoron Szilveszter volt, jeles mesterekkel aranyból és drága kövekből koronát készítetett a lengyel király. De álmában a pápának megjelent Isten angyala mondván, holnap ösmeretlen népnek követei jönnek hozzád, kik koronát kérnek tőled ő fejedelmüknek, atyai áldásoddal egyetemben. Mondom tehát néked, azoknak adjad a koronát, mivel hogy az ő urakat illeti, érdemes voltának miatt. Másodnapon tehát, hogy Asztrik bement a pápának palotájába, a szent atya igen megörvendett, és megemlékezvén látomásáról a magyarok követeinek adta minden áldását, mind a fent mondott koronát, a nagy arany kettős keresztel, hogy vigyék azt minden korona király előtt, kinek is hatalmat adott, hogy egyházakat szenteljen, és valahol akar, püspököket tegyen. Asztrik tehát megvitte István királynak mind az engedelmet, mind a koronát, mellyel is a fejedelmet az 1001. esztendő első napján királlyá koronázták. A pápa pedig megengedte Istvánnak, hogy mind maga, mind maradékai az apostoli király címet viseljék, mivel oly sokakat térítettek a keresztény hitre. Asztrik a pécsváradi apáti székből az Úr 1002. évében Kalocsa érseki trónjára lépett. Utódja egykori tanítványa, Bonifác és szerzetes társai buzgón térítettek. Mikor a Szent Király Magyarország alsó részeibe küldte, a fekete magyarok közé nyakát egy kard megsebesítette. Bár ekkor nem halt meg, Pécsvárad második apátja utóbb elnyerte a vértanúság koronáját. Imádkozz és dolgozz! Rendeli Szent Benedek regulája. A pécsváradi monostor bencés atyái ennek jegyében hirdették az igét az ország déli részeiben. Kereszteltek, templomot építettek, monostorokat alapítottak, könyveket írtak, tanítottak, gyógyítottak. Így vették ki részüket István király apostoli művéből. Ámen. Baranya megye Szent István napi ünnepségét ezen a történelmi helyszínen a pécsváradi várban rendezi a Baranya megyei önkormányzata
és Pécsvárad város önkormányzata. Kérem, hallgassák meg Zsáli János polgármester úr köszöntőjét. Kedves vendégeink, 2007. augusztus 20-án Szent István napján köszöntöm mindannyiunkat. Engedjék meg, hogy az önök nevében is nagy megtisztelettel köszöntsem dr. Hargitay János urat, Baranyi megyei közgyűlés elnökét, Horváth Zoltán urat, a közgyűlés alelnökét, Erzsa Györgyné asszony, a közgyűlés aljegyzőjét, és Frank Gábor urat, a Baranyi megyei német kisebbségi önkormányzat elnökét, minden kedves vendégünket. Mindenket szeretném megköszönni Baranyi megye vezetőinek, hogy Pécsvárra gondoltak akkor, a 2007. évi augusztus 20-ai Szent István napi ünnepség. Helyszínéül Pécsvárat választották, Pécsvárat az a hely, ahol én azt hiszem méltó körülmények között tudjuk fogadni az ünnepség résztvevőit, szereplőket. Az, hogy még itt élünk, az a sors kegyéből adódott. Mi azért arról nem tehetünk, hogy Szent István nagy valószínűséggel járt itt, de minden bizonyossággal a monostort alapított, és aztán 1300-as években már városként emlegetik ezt a települést, és város is marad az 1800-as évek második feléig. És egy ilyen szép napon, 1993. augusztus 20-án ismét városi címet kapott Pécsvár városa. Az, hogy ez a történelmi rövid eseménysort felemítettem, csak azért tettem, hogy ez az, amiben egyszerűen jó érzés, nagyon jó érzés, hogy itt élhetünk Pécsváron. A mi felelősségünk az, hogy hogy néznek ki utcáink, hogy működnek intézményeink, egyáltalán hogy él, hogy tud itt élni a lakosság. Az imént a templomban azért imádkoztunk, hogy ennek az országnak olyan vezetői legyenek, amelyek a népért dolgoznak. Azt hiszem, ezt a gondolatot egészen leig el lehet vinni. A megyei vezetésig, a városi vezetésig, a települési vezetésig. Egészen odáig, hogy a családokban olyan szülők legyenek, hogy a gyermekeikért tesznek, és igyekeznek a gyermekeket jó irányba nevelni. Ez a mi feladatunk az, hogy ezt az országot úgy vigyük tovább, ahogy a nagy elődök így Szent István is tették. Mi lehet ennek a napnak talán valamilyen mondani valója? A figyelmeztetés, a figyelmetlen felkeltés, figyeljünk egymásra, figyeljünk településünkre, figyeljünk országunkra, figyeljünk a közösségeinkre, és ha tudjuk, és ha akarjuk, és már pedig akarjuk, segítsük egymást. Még egyszer szeretném megköszönni megyevezetőinek, hogy rám gondoltak. Én mindenkinek nagyon szép napot kívánok Pécsvárdon, legyen ez a nap a Szent Istváni Örökség méltó ünnepe. Köszönöm polgármester úr köszöntőjét. Az ünnepi programban kérem hallgassák szeretettel a női kamarakórus műsorát. Bingo, zingo, 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 z
Tisztelettel felkérem dr. Hargitay Jánost, a Baranya megyei önkormányzat közgyűlése elnökét ünnepi beszédének megtartására. Tisztelt polgármester úr, hölgyeim és uraim! Kevés olyan mozzanata van az állami alapítás történetének fő eseményeinek, amelyeket mi ne ismernénk. Mindannyian hallottunk Koppánnyal a koronáért folytatott küzdelemről, Vizella királynéről és a német lovagokról, István törvényeiről és intelmeiről, Imre herceg tragikus haláláról. És mégis Szent Istvánról minden kornak, minden világnézetnek volt és van mondani valója. Nem véletlen ez, hiszen a történelem veleje valójában nem a ténylegesen megtörtént dolgokból áll, hanem amit az emberek a későbbi korokban gondolnak és mondanak róla. Gondoljanak bele, hogy valóban hányszor és hányszor gondoltuk mi is már végig újra és újra saját életünk fontos történéseit. Hányszor és hányszor adtunk új értelmet sorsunk fordulópontjainak és hosszas vívódás után kifundált döntéseinknek. És hányszor és hányszor tapasztaltuk meg, hogy amíg az idő előre haladtával életünk meg annyi eseménye kihull emlékezetét rostáján, a részletek fogyatkozása nem feltétlenül jelenti azt, hogy kevesebbet értünk múltunkból. Elképzelhető, hogy 10 év múltán csupán felvillanó képkockákban, de újabb szemszögből világosan több megértéssel tudjuk felidézni életünk nagy pillanatait. Vagyis az ember saját emlékezetében őrzött múltjának is megvan a maga története. És ez a történet, múltunk története, épp úgy alakítja életünket, mint ahogy életünk alakítja emlékezetünkben őrzött múltunk történetét. Nincsen ez másként a nemzet életében sem. Ezért legalább annyira fontos, sok-sok emberről gyűlni távolságból szemlélve, hogy miként őrizzük a múlt emlékezeteit. Ez legalább olyan fontos, mint a korabeli dokumentumokkal, leletekkel, korszerű technikai eszközökkel vagy új vegyészeti kormeghatározás segítségével rekonstruált történelem. A megőrzött múltunk története tudnélik sokat elárul arról, mit gondolunk magunkról, és amit magunkról gondolunk, az számottevően befolyásolja tetteinket. A kérdés ezek után joggal adódik, milyennek látja ma államit alapító Szent István királyunkat a mai magyar ember. Azt gondolom, hogy sokan voltak és ma is vannak, akik Szent Istvánban csak a múltat végképp eltörlő reformkirályt látják, a korábbi rend híveit megcsokkító, felkoncoló, vértengerben gázoló, tűzzel vassal új rendet teremtő uralkodót látnak benne. Aki ha kellett erőszakkal, ha kellett a korszellemnek éppen megfelelő eszme átvételével, a keresztény ideológiával szilárdította meg a hatalmát. De vajon helytálló-e ez a látásmód? Vajon igaz-e, hogy életünk és közösségünk élete is csupán gyors, átmenet nélküli fordulópontok tucatjából áll, és amikor a világ másodpercek alatt fenekestül felfordul, és már semmi se olyan, mint a múlt, semmi se emlékeztet a régire, a múlt darabjai vajon eltűnnek-e emlékezetünkben? Alig ha gondolom, hogy ez lenne a helyzet. Az ilyen elgondolás mögött leginkább a felvilágosodás, a modernitás és a forradalmak korának szelleme tükröződik. De Szent István, talán hozzátehetem, hogy hála Istennek, még nem ismerte ezeket a haladónak mondott forradalmi eszméket, amelyek annak ellenére, hogy kudarcba futottak, kiábránduláshoz vezettek, sokak gondolkodását mégis napjainkban is meghatározzák. Én azonban hiszem, hogy a 21. században már egyre többen vagyunk, akikben nem úgy él a keresztény Magyarország megszületése, mint egyfajta korabeli nemzeti elvárásokat kiszolgáló ideológiai rendszerváltozás, hanem sokkal inkább Szent István mély hitéből fakadó tudatos döntés. Szent István azért volt képes, és azért Szent István volt képes a magyar állam megalapítására, mert ő volt az első meggyőződéses keresztény uralkodó, és nem azért csatlakozott a nyugati kereszténységhez, mert a feudális rend a saját hatalma megszilárdításához a keresztény ideológiára volt szüksége. Szent István tudta, hogy nem lehet a magyarságot az akkori egész világ, vagyis a keresztény Európa részévé tenni, ha előbb nem teremt és nem épít erős nemzetet. Tudta, hogy csak erős nemzettel lesz képes egy erős keresztény Európa részévé válni.
A tetterős ember képes ugyanis szembenézni múltjával és jelenével, képes higgadtan mérlegelni gyengeségeit, erősségeit, levonja a szükséges következtetéseket a számvetésből. A tetterős embernek vannak céljai, saját létfenntartásán is túlmutató céljai, magasabb rendű céljai, és rendelkezik a célok eléréséhez szükséges akaraterővel is. István királyunk tetterős király volt. Biztonságot, hitet adott, távlatot nyitott, erős nemzetet teremtett a magyarok számára. Egy nemzet akkor erős, ha van bátorsága szembenézni múltjával és jelenével. Egy nemzet akkor is erős, ha vannak közös céljai. Ennek a nemzetnek mindenki tagja és részese lehet ezeknek a közös céloknak és a nagyszabású vállalkozásoknak. Az európai népek története gazdag példatára az erős nemzetek felemelkedésének. Az erős nemzetek vaskos történelem könyvében nekünk magyaroknak is jut néhány tiszteletet parancsoló fejezet. Negyedik Béla második honalapítása, Mátyás király, 1848 vagy éppen 1956. De ma feltehetjük magunknak a kérdést, hogy erős-e ma a magyar nemzet. Sajnos erre a válaszunk egyértelmű nem. Mitől is lenne erős a nemzet, ha a mai magyar politika nem képes közös érdekeket és közös célokat írni a magyar zászlóra? Hogyan is lehetne rá képes egy olyan politika, amely hazugságokra, csalásokra, a törvények kirátszására és képmutatásra épít? Hogyan lenne képes közös célt adni az országnak egy olyan hatalom, amelynek immár bevett gyakorlata, hogy képes a hatalom megszerzése és megtartása érdekében sútba vágni minden emberséget, az igazságot és a becsületet? Hiába a múlt dicsősége, hiába tudjuk, hogy a történelem összes üzenete István királytól az 56-os zászlóig nem töröltetik le a magyar lobogóról. Mégis egy iránytűjét vesztett, összezavarodott ország polgáraiként úgy érezzük, hogy ma gyönge Magyarországot látunk magunk előtt. És sorolhatjuk a szomorú tényeket. Az euró bevezetésének egyre távolodó dátumát, az éllovasból sereghajtóvá szégyenülésünket, az életszínvonal és az életminőség romlását, hogy lehetőségünk évek óta nem bővülnek, hanem szűkülnek, hogy kilátásaink és várakozásaink nem javulnak, hanem romlanak. Nap mint nap küzdködünk az ország gyengeségeivel, és viseljük, szenvedjük az ebből egyre keservesebb hátrányokat. Mindez azonban nem azt jelenti, hogy mindenki gyenge Magyarországon. Az elgyöngült országot ma is azok az emberek viszik a hátukon, akik reggel korán kelnek, akik a mindenkori nehézséggel szembenéznek, munkát végeznek, vállalkoznak, tanítanak, alkotnak, nyújtanak, vagy akár földművelő emberek. Nem a spekulánsok, nem a miniszterek, nem a lekrámok és nem is a média. Az emberek igenis erősek és helytállnak a létfenntartásért vívott küzdelmekben, még a jelenlegi abszurd viszonyok, kilátástalan körülmények és kaotikus állapotok között is így van ez. Ez azt is bizonyítja számunkra, hogy nem az emberek gyengék, hanem a mai magyar politika gyenge. Nem az embereket kell tehát megváltoztatni, ez nem is lehet, hanem a politikát kell megújítani. Ugyanis Magyarország ma nem olyan, amilyen lehetne, így nekünk nem azt a képet kell őrizni magunkban, amilyen, hanem azt, amilyen lehetne, és amilyen tehetjük. Magyarországon a kormánypolitikával szemben már létrejött egy új többség. Az új többség visszautasítja, hogy puszta üzletté fokozzák le az emberi életet. Elutasítja azt a politikát, amikor a gazdaság határain túlra akarják kiterjeszteni az anyagi haszonszerzés elvét és céljait. Másképpen fogalmazva, ha a teljes emberi életet a piac részévé akarják tenni, és üzletet akarnak csinálni az egészségből, a tanulásból vagy a kultúrából. Ebből az eszméből, nevezzük nevén, a neoliberális eszméből az új többségnek elege van, torkig van vele, elutasítja, mert nézni, hogy elszívja a élet elejét, megrontja lelkét és megalázza életét. Most újra elérkezett, tisztelt hölgyeim és uraim, az építés ideje. Hiszen rombolni lehet vaktában ösztönösen, a céltalan haladás nevében is, de építeni csak tudatosan, fegyelmezetten, tervszerűen, értékek és helyes arányok szerint lehet. Külön-külön bármit lerombolhatunk, de közösséget és közös hazát építeni csak együtt tudunk. Eljött hát az ideje, hogy kimondjuk, változásra van szükség. De a változás ezúttal sem történhet a mindent eltörölni elv alapján. A változás egyedüli módja nem az, hogy szétrombolom, hanem hogy feljebb emelem, mondta Hamvas Béla. És valóban ott kezdődik a közös felelősségre épülő új Magyarország, ahol a politika megszűnik a hatalom akaratát szolgálni, és helyette az emberek boldogulásának szolgálatát vállalja.
Az erős Magyarország azt jelenti, hogy a politika vállalja. A nincsteleneket is ebben számba veszi. Annak, aki dolgozik, lehetővé teszi, hogy legyen valamilyen. Annak, aki legalul van, lehetővé teszi, hogy képességeinek mértékében feljebb jusson. Ez a politika felelősséget vállal annak a környezetnek a sérthetetlenségéért, amely a jövendő generációk Magyarországa is. Pécsváron újra elismerem ezt a mondatot. Ez a politika felelősséget vállal annak a környezetnek a sérthetetlenségéért, amely a jövendő generációk Magyarországa is. Ezért mi állampolgárok vállaljuk, hogy nem élünk vissza a szabadsággal, tiszteletben tartjuk a törvényeket, egymás jogait, vállaljuk az állammal és a társadalommal és egymással szembeni kötelezettségeinket. Hiszünk abban, hogy ez teszi erőssé Magyarországot. István király üzenete minden évben augusztus 20-án így szól, tegyétek erőssé Magyarországot, tegyétek erőssé a nemzetet. István királynak az ország volt a fontos, és az egész életművén meglátszott ez. Magasra tette a mércét, és ezzel az utána következő magyar királyoknak is utat szabott. A legnagyobb vezetők hűek voltak az ő útmutatásaihoz, ám voltak, akik nem hallották meg, nem akarták meghallani üzeneteit. Volt, amikor erős kézben volt a kormány, és volt, amikor csupán sodródtunk az eseményekkel. Volt, amikor nagy tervek megvalósítása volt a cél, de volt, amikor csupán a hatalom megtartása. Voltak idők, amikor azoknak, akiknek az ország volt a legfontosabb, tevékenységükhöz megkapták a hatalmat. És voltak és vannak olyan idők, amikor azok, akiknek a hatalom a legfontosabb, tevékenységükhöz megkapják az országot. István király intelmeiből következő teendők ma is világosnak tűnik. Szembenézés, közös célok és összefogás. Csak bátorság és némi bölcsesség, összefogás kellene, és mi magyarok ismét erős nemzetté válhatnák. Csak őszintén szembe kellene nézni az elmúlt évekkel. És láthatnánk, hogy az embereknek nem a demokráciából van elegük, hanem abból, ahogy a demokráciát műveljük. Csak őszintén szembe kellene néznünk a közelmúlt eseményeivel, is egy másik Magyarországot építhetnék. Magyarország polgárainak ma emberhez méltó életre van vágyuk. Ha figyelünk István király életművére, ha meghallgatjuk az üzenetét, ha nem felejtjük el az összefogás erejét, amely 17 évvel ezelőtt visszaszerezte a nemzet függetlenségét, és megnyitotta az utat a szabadság előtt, akkor megérthetjük, hogy vagy együtt fogunk felemelkedni, vagy sehogy sem. Adjon az Isten nekünk elengedő erőt, bölcsességet és bátorságot ennek felismeréséhez. Köszönöm figyelmüket! Köszönöm elnök úr ünnepi gondolatait! Kérem, fogadják szeretettel Pus Rékának, a Kodolányi János Általános Iskola 7. B osztályos tanulójának énekét. Sőket egy is hallom.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Megyei kitüntető díjak átadása következik. Felkérem dr. Hargitai János elnök urat, Horváth Zoltán alelnök urat és Perzsa Györgyné aljegyző asszonyt a díjak átadására. Augusztus 20-a alkalmából dr. Hargitai János a megyei közgyűlés elnöke, a Baranya megyei önkormányzat közgyűlése elnökének kitüntető díját adományozza. Engert Ferenc gazdasági igazgatóhelyettesnek kiemelkedő színvonalú munkája, hivatásbeli érdemei elismeréseként. Farkas Ferencnének közel 4 évtizeden át végzett kiváló köztisztviselői munkája elismeréseként. Dr. Grexa Erzsébet orvosigazgatónak kiváló tudományos és szakmai felkészültséggel végzett munkájáért és példamutató magatartásáért. Huber Jánosnénak 4 évtizeden át végzett kiváló köztisztviselői munkája elismeréseként. Dr. Kisgál Árpádné gyógytornásznak több évtizeden át végzett kimagasló színvonalú munkájáért nyugdíjba vonulása alkalmából. Könyves Kálmán nyugalmazott erdészetigazgatónak az ifjúság természeti és környezeti nevelése, a környezettudatos életmód elterjesztése érdekében kifejtett áldozatos munkájáért. Rodgyák Zsuzsanna adminisztratív ügyintézőnek lelkiismeretes, szakszerű, pontos munkavégzéséért. A kitüntetetteknek mindannyiunk nevében tisztelettel gratulálunk, további munkájukhoz pedig sok sikert kívánunk. Ünnepi műsorunk folytatásaként hallgassák meg Simor Kamilla, a Kodolányi János Általános Iskola 7. B osztályos tanulójának előadásában Tűz Tamás Szent István király című versét. Tűz Tamás, Szent István király, jól megjelölte ezt az ezredévet. Kereszttel írta rá kemény nevét, mint halhatatlan, győzelmi ég. Alapkő lett, de kőnél súlyosabban vetette el az épülő falakban toronyszökkentő, férfias hitét. Amint alázatát mindegyre inkább úrrá emeli roppant erején, a bércre hál, s egy országon tekint át, hol hajnalpírban reszket még a fény. Komor felhőkből bomlik ki a kék ég, s virrasztva várja népe ébredését a századok szélfutta reggelén. Nem tétován, de biztos mozdulattal lendül előre tervező keze, míg port kavar, s szilajkedvel nyargal a forró puszták zendülő szele. Bölcs szemmel néz a fényes távlatokba, s pillantásával féltőn átkarolja a frissen szántott szűzi földeket. Kegyes jobbjával törvényt ír, keményet, hogy megkösse a rónák vadforát. Szőlőteremjen és kenyér, fehéred,
s hogy mindenki meglelje otthon ezt. Áldott szigor, rendet hozó szelítség, aranyszív, mely eltékozolja kincsét, hogy új szívekben ragyogjon tovább. Hát rólad engem most a lelkes ének. Uram, téged dicsérünk általa, mert ő volt a te választott edényed, apostolod, híved, s a földsava. És ő voltam a bibliai sáfár, kire bejó, hogy éppen rátaláltál, midő megvirradt napunk hajnala. Tisztelt ünneplő közönség! Augusztus 20-a a magyar nép történetében a Szent Istvánra való emlékezésen túl mindig az aratás befejezésének és az új kenyérnek is ünnepe volt. Így van ez ma is. Tisztelettel felkérem dr. Hargita János elnök urat és Zsáli János polgármester urat az új kenyér megszegésére. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, 2015-ben, amikor Szent István itt Bencés Monostort alapított, akkor valójában Pécs vár azóta egy államszervezési és egyházszervezési központtá is tette. Szent István az itteni Bencés szerzetesekkel keresztül terjesztette az akkori kultúrát, a kereszténységet, szervezte itt Dél-Dunántúlon az államot és az egyházat. Ez egy emberpróbáló feladat volt, nyilvánvalóan eszközöket is kellett mellé rendelni, 40 falut és két piacnak a jogát rendelte e feladat mellé a Szent Király. Még a középkorban is egy 30-40 kilométeres sugarú körben jártak ide az iparosok és a kereskedők. Ennek a sok településnek az egységesüléséből jött létre Pécsvárad augusztus 20-án, amikor polgármester úrral ezt a kenyeret, az új kenyeret megszenteljük, akkor emlékezünk a régi pécsváradiakra, az ősökre, és a mai szorgos pécsváradiakra, akik sokat tettek a városért, sokat tesznek a városért és a környék fejlődésért. A gondolatok jegyével polgármester úr, akkor szedjük meg az új kenyeret. Felkérem a jelenlévő önkormányzatok és szervezetek képviselőit, hogy Szent István szobrának talapzatára helyezzék el koszorítót. Thank you.
hölgyeim és uraim, kedves vendégeim! A 2007. évi Baranya megyei Szent István napi ünnepség zárásaként a pécsváradi városi fűvorzenekar kíséretében kérem, énekeljük el együtt a szózatot.